hogy amikor körbenézünk és azt látjuk, hogy Romániában magasabb a minimálbér, mint nálunk. Amikor azt látjuk, hogy az észak-nyugat Magyarországon élők, azok már nem Ausztriába próbálják a gyerekeiket vinni iskolába, hanem már Szlovákiába, mert hogy ott jobb oktatást kapnak. Hogy azt látjuk, hogy amikor hitelt kell fölvenni, kamatot fizetni, boltban bevásárolni, amikor megjön a nyugdíjszelvény, akkor valahogy a cseheknek, a lengyeleknek, a letteknek, litvánok, a szlovákok, és már is lassan a románoknak valahogy könnyebb. Hogy amikor találkozunk a horvátokkal, akkor úgy kihúzzák magukat, és azt mondják, hogy nálunk már euró van. Mi történt, kérdezik tőlünk is, és mi történt, kérdezzük meg mi magunktól is. Mi történt 10-12 év, vagy mi megváltoztunk? Nem változtunk meg. Ugyanaz a magyar nép vagyunk, akik volt 10 éve, 30 éve, vagy 50 éve. Csak a nyakunkon van egy zsarnok, korrupt hatalom, aki miatt szégyenkeznünk kell. Európában szégyenkeznünk kell a szomszédaink előtt, és akiknek az árát, akiknek a nyűgét a mindennapjainkban is tűrjük. Ez történt. Orbán Viktor történt az országgal. Mert mi magunk nem változtunk. Csak éppen egy olyan kormányunk van, mi elvette azt a büszkeséget, azt a kacsintást, azt a jókedvet, ami azzal járt, hogy azt mondtuk, bizony, mi magyarok vagyunk.